Minden feltétel adott Magyarországon is a nyaralóhajózás elindulásához, amely Európa 14 országában már működik, hangzott el a Tiszatónál. A Mahart ZRT által létrehozott nyaralóhajó program a kedveltetés célú belvízi hajózás egy újabb turisztikai lehetőség, amely hajóvezetői engedély nélkül vezethető, szállítást is nyújtó, lassú járású motoros hajókon teszi lehetővé az önálló nyaralást. Az összkomfortos hajók képesítés és jogosítvány nélkül vezethetők, azonban a bérlés előtt elméleti, illetve gyakorlati oktatáson kell részt venni. Magyarország kormánya 2017 végén kormányhatározatban döntött az Európa szerte népszerű nyaralóhajózás meghonosításáról. A nyaralóhajó program további célkitűzése a Tiszató, a Felső Tisza és a Bodrog vízi turizmusának fellendítése. A hajózáson kívül a vízi út környezetében egy év aktív kikapcsolódási lehetőségek is illeszkednek a programhoz. A környék bejárása kerékpárral, úszás, strandolás, kajakozás, horgászat, lovaglás, kirándulás mind fontos szerepet játszanak a szabadidő aktív, tartalmas eltöltésében. A nyaralóhajózási programban 2019-ben 10 nyaralóhajó érkezett Magyarországra a francia Nadia Gruphoz tartozó Nikolsz gyárából további 10 hajó legkésőbb két héten belül megérkezik. A vadonatúj 20 egységből álló magyar flottát az Estivale család Quattro Sixto és Octo típusai alkotják. A 2-4-8 személyes hajók mindegyike két ágyal kiegészíthető. A nyaralóhajó programnak jelenleg két bázis kikötője van. Kisköre, ez a Tiszatónál és Tokaj. Mindkét kikötőben 10-10 hajó várja majd a vendégeket. A kiskörei bázis kikötő szeptemberre készül el. Addig is a Mahart a köre kikötő meglévő infrastruktúráját biztosítja az érkező vendégeknek.